Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. F1-16-tal jelentkezem, ahol az orosz nagydíj versenye következik. Nézzük is akkor, ugye az időmérőn sikerült megszerezni a pole pozíciót. Nagy harc árán. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a versenyen. Ha minden igaz, jó idő lesz végig. Lágy keveréken rajtolok, a többiek mögöttem szuper lágyon, úgyhogy elvileg nekem áll minden, ami a győzelemhez kell. Pályarajz. The Sochi Autodrome is a 3.6 mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter. 18 kanyar. Elég hosszú pálya. 5,85 km. Fetteli a kövelekor tavalyról. And alongside me to take you through it all is none other than Anthony Davidson. This was a circuit that I think in its inaugural race got off to a bit of a shaky start. A világbajnokság állása. Rosberg az első, 8 ponttal vagyok lemaradva tőle. Messi, Ferrari is. Mi vagyunk az 50 pontosak a harmadik helyen, Force Indiával. 37,858-at jöttem. Hát a Vettel féle körrekord az bőven meg lett döntve. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn 1. Make yourself as wide as possible, robust but fair. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Force India. És akkor Rosberg Hamilton indul mögülem. Aztán Ricardo a negyedik. Verstappen összette a 6, Räikkönen 7, Perez csapattársam a 8. helyet szerezte meg, utána a két Toro Rosso, a két McLaren. A Williamsek nem szerepeltek valami jó. A két Manor viszont igen, hát ugye a Q1 az esős volt, úgyhogy voltak kisebb meglepetések, a Haas is nagyon rosszul szerepelt. Na nézzük a... Jó. Felhős lesz végig. Lágy és szuper lágyat akar nekem. Jó, hát elfogadom ezt a taktikát. 27 kör. 28-ra adja az üzemanyagot, legyen 28,5. Jó, melyik felőre mehetünk. Elsőre egy kicsit furcsa lesz. Régen F1-eztem már, pláne a 16-tal. És akkor lehet látni a bal felső sarokba, hogy Rosberg és Hamilton szuper lágyon indul mögülem. Lehet gyorsabbak lesznek elsőre, de a taktikai előny nálam van. Hát mindenképpen szeretném győzelemre váltani ezt a pole pozíciót. Nem is gondoltam volna, hogy pole pozícióból tudok indulni. Mivel
A nehézséget felvettem a mesterfokozatra. Azt hittem, hogy innentől kezdve már nem nagyon harcolhatok az élmezőnnyel. De hát ezek szerint igen. De hát ugye szerintem ez pályafüggő lesz. És innentől átveszi a gép. Viszont annyit akartam még megnézni, hogy a pit assistot azt bekapcsolom. Ugyanis teljesen feleslegesnek tartom, hogy ki legyen kapcsolva, mivel nincs pit limiter gomb. A két Merci, a két Red Bull és a két Ferrari, mögöttem aztán Perez és a két Toro Rosso. Na kezdjünk! Mondom, Rich. Hát már sárga zászló egyből. Nagyjából jól jött el a mezőny, Hamilton és Verstappen harcol egymással. Úgy láttam. Egy pillanatra, hogy meg is előzte. Ó, ez széles, picsába. Jó, hát vissza is rakom standardba, majd a szuperlágyon ricsezünk. Jaj, ez is széles. Nehéz az autó. Vissza is jött rám azonnal a két Merci. Szélesen fordulok. Hú, Rosberg nagyon jön. De jön Rosberg. Jó a szuperlágy. Még egyenlőre nem kellett védekeznem, megnézem, amikor kell kijönnöm. 16 és 25 között. Úristen, majdnem végig bírja a szuperlágy. Ó, de rossz volt a féktáv. Hát DRS-sel meg fog előzni. Rakjon vissza Ricsbe. Hopp, 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 Hamilton kibújt. Állj meg. Azt a rohadt elfékeztem. Nagyon elfékeztem. Meg megijesztett Hamilton is.
kibújt Rosberg mellől. Baszd meg, vissza kellett engednem a gázt. Ezt a kurva. Meg neki is mentem. Borzasztó rossz hívvel jöttem. Virtuál safety car. Na mi történt már? Hú, de kemény harcok voltak ezek itt. Emiatt vissza tudtam szorítani, de Rosberget már nem tudtam utolérni. Nem esett ki senki, ha jól látom. Ó, baszki! Nagyon túlengedtem. Rohadt életbe. Nem akartam pedig neki menni. Nagyon-nagyon túlengedtem. Nem sérült az autó. Nem akartam pedig neki menni. Nagyon-nagyon rövidet próbáltam fékezni, és jó messzire is érkeztem. De hát úgy látom, nem jelent neki problémát. Mivel már megint itt van. Na és most a DRS zónába meg fog előzni. Azt a rohadt, hát végig egymás mellett. Féltem, hogy egy kicsit rá fogom húzni, de aztán csak összejött a dolog. Még alig telt el valamennyi a versenyből, de már le vagyok főve. Baszd ki.
Ez szórakozik velem? Ez szórakozik velem? Hát tényleg nekem jött? Ezt nem hiszem el, mi volt ez? Hát ezt nem hiszem el, hogy van ilyen bazd meg. Ezt nem hiszem el, hogy létezik ilyen. Hát széttört szánnyal, meg hogy a geszibe menjek. Hú, hát ennyi volt az első hely. De úgy látom kapott mindenki, Hamilton is kapott mindenki. Hát ezt nem hiszem el, geci. Nem fogja ez meg... Na, helyes, helyes. Meg is kapta magáét. A faszom egye meg. Hát ez hihetetlen, hogy kilökött a picsába. De ez meg nem bírja ki a végéig. Na most kéne egy safety car. Ez hihetetlen volt. Valamelyik Red Bull fogja megnyerni a versenyt. Nagyon jól jöttek ki a csatáinkból. Nehogy rám húzta a ver. Hú, nagyon messze van az ilyen mezőny már.
16 másodpercre van Alonso. Azért a mentőhangért elnézést, ilyenkor nem tudom lemútolni a mikrofont. Mivel a belvárosban lakom, ez elég gyakran előfordul itt. Verstappen vezet. Meg is nyeri. Meg is fogja nyerni. De kár volt ezért a kilökésért. Egy nagyon jókat csatáztunk. Áj, de széles megint. Hát nem tudom, mi lesz, hogy végig bír el, vagy nem. De nem hiszem, még ki kell szállnom egy szuperlágyért. A nagy semmibe autózok egyedül. Még a csapat előírását tudom teljesíteni. Na, Verstappen van a boxban. Illetve már kifelé jön. Sergio is pitting now. Sergio is in the pits. Okay, distance to teammate 10.7 seconds. Na hát most viszonylag sok mindenki már el tudok menni, de mondom, ez nem garancia arra, hogy előttük is maradok.
Meg ugye nekem ezek a szuperlágyak el fognak kopni, úgyhogy ők a lágyon könnyedén meg tudnak majd előzni. Ricardo nagyon jó. Verstappen has just completed a pass for the lead. Räikkönen előnk jött vissza, az igen a második helyen. Lecsúsztam egy kicsit. De rossz volt a kanyar. Ki ne lökje, Fettel, ki ne lökje. Ezt nem egészen így terveztem, hogy Räikkönen elég így beesek. Nem egészen így szerettem volna. Szerintem majdnem kiütöttem. De hát Fettel nagyon jött, hát alig bírtam vele. Nekem is nagy volt a tempóm a DRS miatt. Ha nem lökött volna ki Rosberg. Ez olyan easy lett volna ez a futam. De úgy látom, hogy Hamilton is eltűnt amúgy. Eddig Grosjean meg Rosberg esett ki. Räikkönen visszaelőzte Vettel közben. Négy kör még. Annyi 3%-os a gumit. Elvileg végig kell, hogy bírja.
Hú, hát nem tudom, hogy végig bír-e. De széles az is. Nem nagyon szakadtak le fetterék. Bár mondjuk így, hogy kopnak a gumik, így már nem is fognak leszakadni. De Verstappen sem tudott annyira meglógni. Vettel el tudott lógni a többiektől. Úgy látom. Hát 47%-on a bal első. Nem akarok bejönni. Nem fogok bejönni. Ameddig megy, addig megy. Faster through sector 1, faster than the car ahead through sector 1. The gap behind us is 4.2 seconds. Box, box, box.
Nem. Ezt muszáj így megcsinálnom. 7,3-ra van csak Perez. Borzasztó közel. Vettel nagyon jön. De nem tudok mit csinálni, ott végzek, ahol végzek. Tehát ha elkopnak a gumik és megelőznek, nem fog érdekelni. Nem akarok már kijönni. Mennyi? 57, ú, de sok. Á, bazd meg ezt a kanyart. Jó, de későn fékeztem. Húha. Mennyi a gumi? 61? Húha. 7 kör.
Egyre rosszabb és rosszabb köröket jövök. 65%. Azt írja, hogy a 9. helyre jönnék vissza. Na pont ez az, amit nem akarok. Nem akarok 2 pontot szerezni. De már nagyon rossz a gumi, 68% és még 6 kör. Borzasztó. Levágom a kanyart is. Rövidebbet fékeztem, de már alig bírt megállni. Nem akarok A-tervet. Nagyon nehezen áll már meg. Nem akarok tervet. Ez már így maradt, tesó. Azt ki nem tudok megállni. 72. És már itt is van fette, meg is érkezett. Azért nem adom olyan könnyen magam.
fordult, de szépen fordult, befette el mögöttem. Jó szűken tette be az autót a kanyarba. És ennyi volt. Nem bírta ki. Nem bírta ki. Hát ennyi. Nagy védekezés közepette, én már nem is figyeltem, hogy hány százalékon van a gumi. Hát ennyi volt. 9. hely az megvan, 2 pont. Nagy reményű Rosbergnek köszönhetően, hogy kilökött a picsába. Ez meg már használt szuperlágy, ahogy látom. Szerintem ezzel mentem a Q3-ba. Hát nem baj, ennyi. Hát ez meg még nagyon hiányzott mellé. Ez meg még nagyon hiányzott mellé. Igazából az se lepett volna meg, hogyha a Rosberg féle ütközésnél kiesek. Hát ennyi, kiestem. Nem tudok mit csinálni. Verstappen nyert, ahogy látom. Vettel lett a második szerintem. Utána a harmadikat majd meglátjuk, mert arra már nem nagyon emlékszem. Räikkönen lett a harmadik. Ricardo lett a negyedik szerintem. Már Verstappen, Vettel, Räikkönen, Ricardo 4, Massa 5 a 13. helyről, Perez 6, Kvyat 7, Alonso 8, Sainz 9, Bottas lett a 10. Két Williams nagyon jót jött. Haryanto 14, Hamilton 15, Wehrlein 17. És akkor én, Rosberg meg Grosjean estünk ki. Their lead has taken a significant blow. Meanwhile, a strong weekend from Red Bull this time out, and they improve their position.
position in the championship. After all that excitement, it's 40.3-at jött Verstappen. Az igen. A leggyorsabb kör is az övé. Na hát így akkor a tabella jelenleg. 58 pontja maradt Rosbergnek, Vettel megelőzött engem 3 ponttal. 53 pontos, én 50 maradtam, 49 Verstappen, 45 Hamilton. Hát az az első 5, ez nagyon szoros, de még jön Räikkönen, Ricardo is. Úgyhogy kemény lesz. Massa, Bottas utána, Kvyat, Perez, Sainz, Alonso, Button, akik még pontot szereztek. Vettel meg Verstappen most nagyon nagyot hozott, hogy nulláztunk Rosberggel. Merci 103 pontos. 88 a Ferrari, 82 a Red Bull, 58 Force India, Williams, Toro Rosso, McLaren. Megelőzött minket a Red Bull most ezzel. 45 pontos lemaradásunk van a Mercitől. Ferrari és a Red Bull viszont nagyon közel. Gyorsabb kör tudtam jönni, mint Hamilton. Egy nagyon kevéssel. És akkor most mínusz, mínusz, mínusz. Ja, hát nem, az plusz egy. De hát igen, 12. hely az megvan. Nézzük a laptopot. Ugye 474 ponton van. Hát leszorító erőt szeretnék majd fejleszteni. Ugye az állás. Hongkongi az első. Jól tudom, az Hongkong címere. Még rangsoroltak a 20. helyen. Kiesés, első hely kiesés. Most jön majd a spanyol nagydíj. Az 5. spanyol nagydíj. Úgyhogy ennyi lett volna az orosz nagydíj. Hát nagyon sajnálom, ami történt. Nem tudok mit csinálni. Az igazából a legelején elment minden. Már a legelején. Úgyhogy ennyi. Jövök majd akkor a spanyol nagydíj szabad edzésekkel. Tartsatok akkor is velem, sziasztok!